Szinte minden sajtóorgánum kíváncsi volt a megújult ülésteremre itt a parlamentben. A házelnöki rendelkezés szerint eddig az ajtóig juthattunk be kameránkkal. Most azonban kivételesen megtekinthettük az üléstermet is, ahol kevesebb ülőhelyet, de több szakértői páholyt alakítottak ki 3 hónapos munka után 48 millió forintból. Kérem, szavazzanak! Ez a mondat május 6-ától többször el fog hangzani ezen a helyen. Úgy gondoltuk, hogy most ez alkalommal, ezen egyszeri alkalommal önök is kamerával járják be az üléstermet. A kivitelezést végző cég vezetője szerint jót tett az új, kisebb létszámú parlamentet eredményező választási törvény, mivel a korábban túlzsúfolt helység szellősebbé vált. A 7. sor, amelyek az oszlopok előtt, illetve mellett helyezkedtek, teljes mértékben kibontásra került, az 1-es, 6-os, 5-ös és 6-os szektorba pedig a 6. sor is kibontásra került. Ezáltal az ülésterem átjárhatósága, körbejárhatósága biztosítva lett. Az ülésterem ülőhelyek paraméterei egyáltalán nem változtak, maradtak eredeti paraméterekkel. Úgy üzenem, hogy a komfort fokozása, a képviselői ülőhely nem változott, mérsékelt komfortfokozatú. Új páholy mellvédek készültek, amint látják körbe az oszlopok között. Tervező azokat a jegyeket, amelyeket az országház egész épületében felelhető, ugyanazon szerkezeti megoldásokat, ugyanazon filumbentéteket, ugyanazon profilos díszítéseket használta, és hát mi pedig azt valósítottuk meg. Az ülésterem informatikai megújítása 13 millió forintba került, számolt be az újságíróknak Sóvári Zoltán, az Országgyűlés telekommunikációs osztályának vezetője. Az a képviselő, aki a régi, tehát az előző ciklusból az új ciklusba átül, ő semmit nem fog észrevenni abból, hogy történt itt ebben a 3 hónapban valami. Minden ugyanúgy fog működni, ugyanott, ugyanazokkal a gombokkal, ugyanazokkal a feltételekkel.